2022-02-24. Megindul az orosz hadsereg és benyomul Ukrajnába. Milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Kárpátaljára is rengeteg ember érkezett, volt, hogy egy száruhában. Főként nők, gyermekek, idős emberek, akiknek segítség kellett. Segítők Kárpátalján. Egyébként ezt már firtattam, hogy mennyire van erre szükség. Gondolom a segítségre mindenhol szükség van, még ott is, ahol kevesebb a gond, mint mondjuk nálunk. De az a kapacitás, amivel működni tudnak, az elégséges? Vagy kétszer ekkora kapacitást is ki lehetne használni? Ki lehetne használni kétszer ennyi kapacitást, és az itt maradottaknak nagy segítségre van szükségük, akár mentálisan, akár szervizszolgáltatásként. A háború sajnos megmutatta, hogy elesettek vagyunk, és muszáj nekünk tartozni egy közösségbe, hogy erősebbek legyünk. Fiatal anyukák, 20 éves, több gyermekes van, egyedülálló anyukám, van családos anyukám. Itt 20 és 30 közt minden fajta anyukám van. Van, akinek a férje külföldön van, van, akinek a férje harcol. Akinek nincs is férje, egyedülálló anyuka. Mindannyian szeretnének valahol tartozni. Az az igazság, hogy ők sem tudták, hova tartoznak, mikor ide jelentkeztek. Idővel, 2-3 alkalom után rájönnek, hogy ez egy csodálatos hely. Ez nem egy egyszeri használat, ez nem egy vasárnapi templom, ahova elmegyek, és egy óra alatt a lelkemet üdvössé teszem. Minden nap itt vannak. Mindent megbeszélünk. Tanácsokat adunk, ügyintézünk, beosszuk a pénzt, tanulunk pénzbeosztást, tanulunk főzni, tanulunk sütni. Csapatépítünk van minden hónap utolsó szerdáján. Ezek a kis fiatal lánykák, van, aki itt tanult meg sütni? Süteményt. Vagy nem teheti meg otthon, nincs miből, nincs mivel, nincs kivel, nincs előtte jó példa, olyan is van. Mint egy felnőtt iskola? Olyan? Hát, betöltöttem a 21-et, vagy a 10-et. Nem mondanám iskolának, mert nem tartom magam pedagógusnak. Szeretnék egy dologra visszakanyarodni. Ugye gondolom a helyi anyukákkal, a helyi gyerekekkel könnyű a kapcsolattartás, ahogy el is hangzott, napi szinten is találkozhatnak. Egy picit visszamenve a háború kitörése utáni időszakra, arra a 7 hónapra, azokból az ismerettségekből, azokból a kapcsolatokból maradt meg valami? Maradt. Igen? Mai napig. Milyen jellegű kapcsolatokra gondoljak? Olyan jellegű kapcsolatra, hogyha 100 méterről észrevesznek, futás és ölelés van, és ez olyan jó. Van, aki itt maradt, valaki visszament, valaki külföldön távozott a szállóról, de akik itt maradtak, azok az ismerettséget nem felejtik el, és a jó tettet. Gyerekek nagyon, nagyon szeretnek. És a szülők egyébként? A szülők. Gondolom, ők nem szaladnak szállni. Nagyon sok édesanyja jött egyedül, amikor menekültek a háborúzónákból. Van, aki itt találta meg a lakhatását, és itt van azóta is Beregszázban. Az már nem menekült szálon, megoldották. De velük is megoldott a kapcsolat. Igen. Igen. Egy picit talán mégis azt firtatnám, hogy meddig lehet ezt bírni, meddig lehet ezt csinálni? Nem tudom, meddig lehet ezt csinálni. Azt tudom, hogy most nem kellene abba hagyni. Nem kellene? Uh-huh. Most, ha azt mondanák, hogy lehozzuk a redőnyt holnap, tehát nincs ez a lehetőség a segítségre, az most pont nem jókor jönne. Mert mindenki nyomás alatt van. Ugye a háború az 2,5 éve folyik, és ez minden nap egy csepp a pohárban. Azt esetleg lehet érezni, hogy a háború kitörése után olyan, hogy is mondjam, ideiglenessé vált. Talán
talán akkor az ember kevésbé tudta eldönteni, na lehet jövő héten vége lesz, lehet egy hónap múlva vége lesz. Most meg több mint két éve azt gondolom, hogy az életünk olyan lett, hogy hát háború van, és akkor ebbe vagyunk. Néha az ember hall ezt, hall azt, frontról politikai döntéshozók ezt hoztak, azt hoztak, hírek, stb. De úgy azt gondolom, hogy a mindennapi életünk részévé vált. Hogy ez a helyzet, ez mennyire igaz abban a munkában, amit... Nagyon igaz. A bizonytalanság az egyetlen dolog szerintem, amit az ember nem tud kezelni, mert leépíti mindenféle téren. De érezhető itt persze. is, hogy... Persze. Persze. És mi az, amit ez ellen lehet tenni? Figyelemelterelés? Vagy... Foglalkoztatás. És beszélni róla. Nagyon sok család van, aki ugyan nagy családban él, mégis magány. Mert egyedül van, nincs kivel megbeszélnie. Én örömmel látom, hogy mindenki bizalommal fordul hozzám, és azt is látom, hogy itt alakulnak ki kapcsolatok, barátságok. Tehát anyukák egymást között, igen, egymásra találnak. Igen, megtalálják egymást, és ez jó. Ez jó, mert ebben a helyzetben nehezen barátkozik az ember, mikor se tudja, hogy neki holnap milyen napja lesz. Nem enged magához közel senkit. És nem mindenki éli meg jó, hogy a férje nélkül. Van olyan anyukám, aki úgy szült, hogy a férje nélkül. Tehát májusban szült, és nem így tervezték, de így alakult. És az a gyerek egy évben, ha 6-7-szer látja az apukáját. Tehát nélküle nő fel, nélküle van. Első szó, első lépés, első elindulás, első mosoly. Le a kalappal az anyukák előtt.